Együtt az egészségért címmel indított országos kampányt egy magyar tulajdonú üzletlánc. A két hónapos rendezvénysorozatot 18 helyszínen rendezik meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda adott otthont az egészségmegőrzést népszerűsítő programoknak. Ebben az évben döntöttünk igazgatóság részéről, hogy az egészségét próbálunk tenni, hisz tudjuk, az egészség a legnagyobb kincs, és akkor veszük észre, amikor egy probléma van, és megijedünk, hogy valamit hibáztunk. Ennek az egyik állomása ma itt Kisvárda. Az országban 18 helyre jutunk el, amelynek keretében egy egészségügyi szűrőprogramot csinálunk. A kampányban Magyarország legnagyobb egészségvédelmi szűrőprogramja is részt vesz. A szakemberek ezzel a világviszonylatban is egyedülálló orvosi szűrőkamionnal érkeznek a helyszínekre. Fél óra alatt 33 vizsgálatot végeznek, ezek már átfogó képet adnak az egészségi állapotról. Az országos szűrőprogram 2010-től 2020-ig tart. Kisvárda az 545. helyszín, itt 150 embert vizsgáltak. Ebben a 33 féle vizsgálatban ugye lehet mindent találni, tehát a szemproblémáktól kezdve a magas vérnyomáson át, de akár a cukorbetegséget, tehát minden területen van. Itt most Kisvárdán meglepően sok volt a viszérkockázatos eset, magas vérnyomásos eset, volt azért cukorbetegségre is irányuló tünetek. Volt olyan, akit ez már ijesztő, olyan egyén, aki nem is tudta, hogy neki ilyen problémája van ezzel. A dohányosok szám is több mint a 20%-a látogatóknak dohányzott, de pontos értékeket azokat körülbelül 30 nap múlva fogunk látni. A szűrővizsgálatokon kívül táplálkozási tanácsokat, praktikus étkezési javaslatokat is adtak a szakemberek. Jó magyar ember módjára még rengeteg húst teszünk, természetesen. És ez nagyon soknak bizonyul, úgyhogy kicsit ezt vissza kell szorítani, és aztán a zöldség-gyümölcs fogyasztást előtérbe kell helyezni. Az egészség és a sport népszerűsítésén túl a kampányban a nők, illetve a kisgyermekes édesanyák munkavállalása is kiemelt téma. A cégcsoport országszerte jelentős munkáltatónak számít, céljuk többek között, hogy részmunkaidős foglalkoztatással segítsék az aktív nők gyermekvállalását.